már? Jövök már, nyugodj már meg, ember. Hát mit hát sietetsz? Papucsot nem mehetek fel, vagy mi? Majd Richard hallok a garázsba, adj csak ide. Apa! Hú, sziasztok, kicském! Szia, apa! Mondta anya, hogy akarsz velünk beszélni. Igen. Figyelj, mint látod, fölraktam a motorokat. Hát akartam is mondani, hogy mi van, holnap megyünk motorozni? Ja nem. Holnap mi megyünk motorozni? Tényleg? Tudod, említettem neked. Holnap mondtam neked, mondtam kislányom. Ugye az van, hogy holnap mi elmegyünk egyet motorozni anyával. Tudod, anyát is kicsit kimozdítjuk itthonról, hiszen tudod, egész nap csak takarít, mos, főz, mosogat, stb. És akkor gondoltam, hogy egy kicsit kimozdítanánk őt is. Tudod, hogy neki is legyen azért valami jó kis élménye, és akkor elviszem egy nagyon szép kis helyre. Szép volt. És akkor mikor fog motorozni? Nagyon szép, hogy ezt így feltettem, meg minden, de... Kisfiam, azért tettem föl, hogy lásd, hogy nem felejtettem el, hogy együtt is megígértem, hogy menni fogunk, ráadásul ugye quaddal ki tudjuk húzni. Az a tervem, hogy akkor, hogyha anyával hazajöttünk, akkor, ha minden igaz, jó időt mond akkorra, reggel fölkelünk, nekiveselkedünk, szépen kimegyünk, quadozunk, motorozunk, Lauci, te is gyere ki, és akkor... Quaddal megyek. Jó, te nem mehetsz quaddal, én mindig... Hogy jöhetnél már, ne hülyéskedj már, jön quaddal, mi meg motorral csapatjuk. Na mit szólsz hozzá? Ó, Uramisten, én is akarok quadozni. Hát quadozol te is, quadozok én is, te felülsz az én nagy motoromra, Laura a tiedre, ti jöttök úgy... Jézus, te hogy ülök föl! Na, úgyhogy igazából fölraktam üzemanyagot, mindent már csak a ruhákat kell kikészíteni. Jó is, hogy beszélünk. Elmentek iskolába, mi segítünk az iskolába való elmenetet, meg mit tudom, összepakolunk, meg reggelizünk, meg ilyesmi. Miután anyával elmegyünk, és mire hazajöttök, akkor Mari nényével fogtok majd lenni. És akkor vele lesztek, fogadjatok szót neki, tényleg viselkedjetek normálisan, meg tanulás természetesen menjen, meg minden ilyesmi. Jó kisfia? Tolj meg, Laura, egy kicsit az utánfutól, de nézed azt a részét. Jó, így elég, jó. Na, látod, minden elő van készítve, kiállunk a quaddal, utánfutott fölkötjük rá, és hadd szóljon a rakendról. Jó. Láttam, hogy jól lenyírtad a fület. Én mindent láttam. De nem menekülhet a fű előlem, csak úgy áll. Csak úgy mondom, hogy mentem. Hova mész? Ne menj már el! Most vágtam le a füvet szépen, fiam! Hallod, kisfiam? Fogadj már szót! Csumi! Szerinted? Hallod, úristen, néznek, főszántja az egész kertetek. Állj már meg! A jó Isten áldjon meg! Állj, te! Menj vissza! Easy! Hallod, fiam? Hát... Szépen kisöpörtem a garázs meg minden. Ne légy már őrült! Ó, Jézusom, mi van itt? Milyen világosság, azt tudom. Ez meg mi? Mindegy, hát elolvasom, biztos valami rajongó, vagy nem tudom, mert úgyis mindig a Lau szokta elolvasni, most elolvasom én. Tilli, Laura, most úgy érzem magam, mint valami nagy unboxing videós hallodit, kinyithatok egy levelet. Lau mindig belopja ezt a lehetőséget előlem, sosem nyithatom ki, mindig csak ő. Hoppácska! Micsoda levél? Milyen? Milyen szép már azért! Nem tudok ilyen és betűt, majd ez azt jelenti, hogy és. Ez Jézusom, meg ilyen 3D-sen rajzolni. De kaptam egy kis levelet is, amit kaptunk, de most én vagyok itt az út. Sziasztok, én Laura vagyok, nagyon szeretem nézni a videóitokat. Minden videóitokat láttam, mindig várom az új videót, remélem szép lett a rajzom. Én 4. osztályos vagyok, egy pici faluban élek, minden vágyam egy Lambox, de sajnos anyukám egyedül nevel engem, és nem tudja nekem megvenni. És ha tudtok nekem segíteni ebben, azt megköszönném. Válaszotokat nagyon várom, üdvözlettel, Tilli Laura. És ezt nem mondhatom el, mert ez itt a házszám, meg az ilyesmi. Tudod mit, Laura? Úgyis olyan jó kedvem van. Felveszem a fiúkkal a kapcsolatot, és megkérem őket, hogy adjunk neked egy Lamboxot. Ezt meg fogjuk adni. Az fix. Aranyos is voltál, köszönjük a levelet. Viszont van egy jó ötletem. Nem tudom, ez mennyire lesz jó, meg ének, de Laurát minden esetre be kell hívnom, mint szoktam. Tudod, ki fog kisétálni, hát nem én. Lau! Így is el van menve kicsit a hangom, de azért rúgáltatok. Szóltál? Igen, szóltam, de csukd be az ajtót, na. Tényleg ide, kicsit közelebb.
Arra gondoltam, tudod, hogy holnap jön a Mari nényemen, mennek el apához motorozni minden. Mint szép jön, de azt gondoltam, hívjuk fel Mari nényét, és inkább jöjjön holnap után. Régi vágyam, hogy ennyi legyen az egész ház, azt jönnek, amit akarunk, érted? Nem csak a tél az enyém. Na, szóval érted, ebben azért benne lennél, nem? Hát jó, de azért ketten, ebbe a házba. Uh-huh. Így is félek kimenni vécére este. Nem, hogy még egyedül jaj, Istenem, hát én egy izmos, kigyúrt, ütőképes, fiatal ember vagyok. Tudod, ki fog itt tüzét félni? Milyen félni? Amúgy sem létezik démonok. Este itt aludnák, azt így fölkelnék, azt itt áll a szobámban van. Honnan tudod? Jó, inkább nem mondok ilyeneket. Lau, nincs ilyen. Szívnak Discordon, ezt annyira imádom. Jó, de érted, a kutyák se lesznek itt van, hogy megnyitassanak. Lau, most bevállaljuk, vagy ne? Most nem, nem az álmom volt, de régen mindig is az volt, hogy itt lehessek, érted? Egyedül ennyi van egész ház, érted? Azt sem, amit akarok, főleg úgy, hogy van kamera, riasztó, minden. Beriasztózzuk a házat, olyan helyre elmegyünk, ahol nem ér minket a riasztó, de hogyha bejönnek a házba, az egyből megszólal, érted? És van is egy hely, ahol nem ér minket. És biztonságos. Na hol? Tudsz olyan helyet, ahol nem ér minket a riasztó és biztonságos? Persze. Na gyere, megmutatom. Hát, nem tudom. Úristen, de milyen fosztos vagy. Gyere, dönt. Ez a hely nem más, mint fönt van. Ha nem mondod. Gyere már olyan lassú vagy, Isten. Fú, mennyi bajod van neked. Na, azt figyeld. Mit szólsz ehhez? Hát, egy polc, hol vannak cuccok. Dehogy is, Laura. Jó, hol megjeleztek fel a kérteményeket? Mit szólsz ehhez? Hát, igazából. Hát, semmit. Igazából, ez egy rohadt jó ötlet. Itt el lehet futni arrafele. Ide felhozunk plédeket, párnákat, takarót, vagy felhozzuk a hálózsákot. Itt elalszunk, biztonság vagyunk, ezt még magunkra is húzhatjuk, érted? Hogy még jobb legyen és biztonságban legyünk. Van ilyen kis lámpa, tudod, amit föl lehet kapcsolni, meg minden. De ez full jó. Ez milyen jó, már azért múltkor kisztek takarítván, minden. Képzeld el. Itt el lehet menni, mondjuk. Hát simán el lehet, hogyha menekülni kell, simán hallod. De figyelj, ha itt is van egy jó kis ablak, nézd már meg, hát kinyitjuk minden, levegő is van, minden. Az a lényeg, biztonságban vagyunk. Mert képzeld el, apa mondta nekem, hogy van valahol valami pánikszoba is, az is jó lenne egyszer megkeresni meg. Ez a pánikszoba, nem? Nem, egy külön. Milyen jó lenne, már itt bekuszkoznánk, itt magunkra húzzuk, bármi van, le tudunk futni a lépcsőn, meg ilyenek. Jónak jó, de hol alszunk? Te ott, én meg itt vagy fordítva? Nem, már megfogod, behúzod, ez itt, az itt. Jónak jó, de akkor én alszok itt. Hát jó, akkor aludjál te itt. Oké. A nagy pókoknál. Akkor nem én alszok itt. Na, gyere le, próbáljuk is ki, hogy milyen, ha behúzzuk. Hát, sötét. Nézd, ott alul, figyeld, ott fog meg ott. Vajon? Én úgy csuktam magamra. Hát, figyelj. Hát azért elég para. Mi, hogyha beszorulunk? Hát akkor figyelj, kimászunk ki. Ott hogy van kell lépcső. Ezt hát figyelj. Pont így. Figyeld már. Itt, tesókámmal kimászunk. Itt kimászunk. Most nagyon jó, de most ide ketten beértünk és beszorulunk. De hogy szorulunk? De. Menjél vissza. Miért pont én? Miért mennyi? De hogy szorulunk? Menj már vissza. Hát mennék. Na, de most menjünk ki. De ezt nem így kell. Beszorultunk. Hát egy szerencsétlen nem fog meg. Fog meg a sörömnak. No. Fog már meg, na. De hú, nem így kell. Beszorultunk. Marja. Ez nem jó. Hát, ezt is megoldom. Akkor fel kell hívni a nénit, de ezt ne felejtsd el, hogy ne jöjjön holnap, csak holnap után, jó? Jó. Mert ha eljön nénye, úgyse fogja ezt megengedni, jó? Megérted, itt van nénye, akkor már most nem olyan érted, hogy az egész terület elképzelhető. De figyeld már, milyen kis cuki bicom volt régen. És kajak csak ezzel tudsz foglalkozni? Itt mentem. Figyelj, ez még jó neked. Zényel, ezt pont a te érted. Na, akkor gyors felhívjuk, van nénye. Azt remélem, hogy nem hívjuk fel anyáinkat, mert még itthon vannak, aztán még elbukhatunk. Hívjuk majd nényét. Csak vegye is fel. Szia, Mari nénye! Mi újság? Hát semmi, viszont lenne egy kérdésem. Anya azt mondta, meg apa is, hogy egy nappal később gyere, ne holnap gyere, hanem holnap után. Mert ugye itt alszik pár barátunk, és akkor
apáik azt mondták, hogy akkor most majd holnap után is akkor úgy jó lesz. Hogy ne fáradjak, hanem ráérek holnap után menni. Pontosan. Biztos, hogy így jó lesz, hogy ti magatok maradtok? Ha mondom, hogy apáikkal megbeszéltem. Hát igen, de nem lesz semmi probléma. De hogy lesz? Milyen probléma lenne? Ó, hát sose lehet tudni, hogy nem el fogtok ott vérgondkodni, meg ez, meg az. Leszünk egy csomóan. Jól van akkor, megbeszéltük. Akkor holnap után találkozunk. Oké. Oké. Na, köszi Mani nénye, igazából apáikat nehogy hívd, mert most éppen pakolnak. Akkor, se van. Szia Mani nénye. Azért majdnem rezgett a léc. Majdnem felhívta anyáikat, de hát pakolnak. Ugye nem szabad felhívni ilyenkor, nem zavarhatja őket, persze. Na, a terv jól halad? Minden jó, Leónak tetszik minden, elment felhívni Mari nényi, de valamit nem tud, hogy nekem van egy ilyen lámpáska. Nyilván ezt nem tudhatjátok, hogy még mi. Na de most, figyeljétek! Látjátok, hogy ez mi? A gyerek ettől fél a legjobban, és este nem egy prank lesz, vagy ének, de azért megpróbálom ezzel betetni. Hát hogy behúsulom már? Hát egyedül vagyunk, itt van, és ez megjelenik így a falon, hát mit hinne? Most már csak abban kell bíznom, hogy a gyerekkel tudta intézni nénit. Mert hogyha ez megvan, akkor minden jó. Viszont a néni azért elég tudálékos, szóval azért szereti átgondolni a dolgokat, mielőtt mond bármit is. De hogyha ez sikerül, akkor holnap miénk a ház. Gyere már, Lama. Jövő, hogyha rájönnek apáik, hogy mit akarunk csinálni. Nem fogok elég, nem megyünk. Na, hoztál mindent? Igen, hoztam. Én mondjuk nálad van úgyis. Hoztam lámpát, hoztam még egy párnát, meg a hálóságot. Nálad van a hálóság, párnát. Jó, minden nálad van. Na gyere, most csak bepakolunk, oké? Okay? És nem megyünk, mint hogyha mi sem történt. Szerintem nagyjából kész vagyunk. Mindent betettünk, meg mindent. Majd még hozunk inni. Ja tényleg, még inni, meg majd el kell menni, tudod, vécére megint. Jó, be van zárva kint az ajtó. Hogyha bármi van, például nem férünk el, vagy ilyenek, sorokig még el tudunk menni, tudod? De utána már nem, mert ott már le van zárva, ezért nem tudtam otthon se kijönni, tudod? Na, no, ház a házban. Nagyon jó kis bunkit csináltunk, amúgy csak vicceltem. Tényleg nagyon jó voltál, hozzátettél egy csomó dolgot ehhez a bunkihez, de azért én még jobb vagyok. De menjünk ki, és akkor majd holnap iszünk, mert apáig feljönnek, hogy mit csinálunk ide, és így csendben vagyunk, simán és látják ezt itt. Hát akkor kiégnek, meg én is. Na, menjél! Megyek! Érkeztünk, ott a messzességben látszik a reptér, nagyon szép. Vajon mit csinálnak a téli-téli telekek otthon? Mibe törik a fejüket? Mit rosszalkodnak bizonyán? Fú, Normi, komolyan. Most jövök itt a sötétbe egyedül, Istenem. Alszol már legalább? Istenem, már az áram is elment. Norman, ne idegesíts, léci, most ne ijeszd meg. Mondd, hogy már benne. Há! Ez mi? Penny vagy? Normi, ne idegesíts már! Vigyünk, hogy az élet akarta végig. Nénye, ne jöjjön. Fú, komolyan Istenem. Hagyjunk már végén. Bezárkóztam.